Óriási a munkanélküliség a fogyatékkal élők körében, 70%-uk erős szegénységben él, mindössze 13%-uknak van munkahelyük, még ma megmaradt 17%-uk különféle szociális segélyekből él, ez derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal adataiból. A szerbiai parlamentben pedig befejeződött a vita a fogyatékkal élők foglalkoztatási törvényéről. Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjét telefonon kérdezte. Sajnos szinte pontosan 4 év után világossá vált, hogy a törvény alkalmazása terén hát még mindig nehézségek ütközünk, és emiatt javasolta a minisztérium a különböző módosításokat, amelyekről most tárgyal a parlament. Még mindig óriási a munkanélküliség a fogyatékkal élők körében is, tehát elég szomorú a helyzet. Ezek a módosítások elsősorban a megfelelő arányú szintű társadalmi felzárkóztatásukat célozzák. Mi parlamenti felszólalásunkban elmondtuk, hogy azon fogyatékkal élő személyek, akik munkát keresnek, vagy esetleg már dolgoznak, továbbra is mindennapjaikban hatalmas nehézségekbe, problémákba ütköznek, kezdve a támogatási rendszer hiányától, amit talán ez a javaslat majd segít. Az olyan egyszerű problémáktól, egyszerűnek tűnő problémáktól, mint a fizikai akadályok, egészen addig a problémáik, hogy azon munkát kereső fogyatékkal élő személyek, akik valóban hát szeretnének munkába állni, azoknak nem volt lehetőségük megfelelő oktatásban részesülni, és többségük sajnos alulképzett. Mi parlamenti felszólalásunk során azt is elmondtuk, hogy véleményünk szerint, amennyiben a munkaközvetítő komolyabban részt venne a kínálat és a kereslet összehangolásában a munkaerőpiacon, komolyabban segíthetne, és vagy mondjuk különböző képzéseket szerveznének ezen személyek számára, akkor talán láthatóbban csökkenne a munkanélküliségük. Reméljük, hogy az elkövetkező néhány hónapban, vagy 1-2 évben láthatóvá válik, hogy megnő azon fogyatékkal élő személyek aránya, akik valóban dolgoznak és így módon önállósodnak. Az egyik legfontosabb módosítás azt is érinti, ugyanis az eddigi törvény, tehát minden olyan vállalatra vonatkozik, akiknek több mint 20 munkásuk van, és hát elég sok olyan van, akik nem tudnak eleget tenni azon kötelezettségüknek, hogy kötelezően munkába állítsanak fogyatékkal élő személyeket. Ezért a törvény, ezek a módosítások olyan alternatív lehetőségeket is nyitva hagynak a számukra, hogy azok, akik például nem tudnak munkába állítani fogyatékkal élő szemét, az átlag szerbiai átlagfizetés felét egy bizonyos alapba fizetik be, és azon eszközök, amelyek ebben az alapban összegyűlnek, mindenképpen a fogyatékkal élő személyek mindennapjainak a megkönnyítését szolgálják. Vannak különböző vállalatok, amelyek munkásainak több mint 50%-a a fogyatékkal élők, és igen, a módosítás értelmében ezek állami támogatásban is részesülhetnek, ami hát körülbelül egy átlagfizetés 75%-át teszi ki. Így módon is arra szeretnék ösztönözni az ilyen vállalatokat, hogy hát a fogyatékkal élő személyek itt nem maradjanak munkanélkül, sőt, megnőjön az a száma, akik itt dolgoznak. Sajnos azt is el kell mondani, és mit a parlamentben kihangsúlyoztuk, hogy a terepen megtörténik, hogy a munkadók nem szívesen tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, és a már meglevő munkásaikat küldik el gyakran orvosi ellenőrzése, vagy különböző bizottságok elé, ahol hát ilyen apróbb fogyatékot
találnak, illetve kapnak dokumentumot, papíros tárőt, és így formálisan eleget tesznek a törvény, azt a kötelezettségnek, viszont ez valójában a törvény kiátszása.